A rovarfogó növények között nagy népszerűségnek örvend szinte az összes harmad fűfaj. Nagyon népes növénycsaládról beszélünk, ugyanis több mint 100 faja és jó néhány hibrid változata is létezik. Mondhatnánk, hogy aki egyet látott, az látta mindet, de majd kiderül, hogy ez nem teljesen igaz. Nézzük, hogy ez a népes növénycsalád mennyire terjedt el a bolygónk területén. Mivel szinte az egyik legnépesebb növénycsalád a harmadfüveké, az elterjedési területük is a legnagyobb a ragadozó növények között. Minden kontinensen megtalálhatók, az old északi területektől a trópusokig, a szárazabb területektől a tocsogós macsarakig, kivéve az Antarktiszt. Amint láthatjuk, hőmérséklet és nedvesség szempontjából is igen változatos területeken élnek ezek a növények, így nem adható hozzájuk egységes használati nevelési útmutató. Egyesek mérsékelt övi területeken élnek, ahol télen pihennek a fagyban, sokszor a hótakaró alatt, más területeken párás, nedves, trópusi a klíma, és van olyan élőhely is, ahol szárazabb időszakokat is át kell vészelnie az égető napsütésben, akár kavicsos talajon, akár egy szikla repedésében. Ennek függvényében kell kialakítanunk a tartási helyét, és ezek alapján kell figyelembe vennünk az alkalmazott talajtípust, vagy talajkeveréket. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg, milyen csoportokba sorolhatjuk be a harmadfüveket. A mi klímánkhoz a hidegtűrő harmadfűek alkalmazkodtak. Sőt, Magyarországon is él ilyen faj, továbbá a Kárpátokban és Európa számos területén is. Legtöbbször tőzegmohás lápokban lehetünk rájuk. Nálunk is léteznek ilyen élőhelyek, amelyek a klímaváltozás miatt sajnos lassú átalakuláson mennek keresztül. Itthon minden ilyen élőhely fokozottan védett. Nemzeti parkokról vagy természetvédelmi területekről beszélünk. Mik a jellemzői ezeknek a hidegtűrő növényeknek? Az európai harmadfűek nem óriás növésűek. A rozettás levél növekedésűek, a levelek alakja és hossza alapján kapták a latin elnevezésüket. Nálunk a kereklevelű harmadfű él jelenleg, a Drosera rotundifolia. A Drosera anglica kipusztult a bauxit bányászat miatt az 1960-as években. A Drosera intermedia Európa szerte fellelhető a mocsarakban. Sőt, a rotundifólia és az intermedia természetes hibridjét már regisztrálták. A Drosera linearis Kanadában a nagy tavaktól északra is él. A tőzegmohás mocsarak klímája rendkívül nedves, párás mikroklíma, a mocsár tömegét adó élő és elhalt tőzegmoha rendkívül sok vizet képes felvenni és megtartani. Így a nyári forróságban párásítja és hűti a környezetet. Télen az egész mocsár megfagy és belepi a hó. Ilyenkor a harmadfűek leszárítják a nyári leveleiket, telelőrügybe húzódnak vissza. Tavasszal az olvadás után kezdenek hajtani, nyár elejétől virágoznak. A harmadfűvekre jellemző a hosszú, magas virágszár, hogy a beporzó rovarok nehogy táplálékként végezzék. Ennek ellenére a növény biztosra megy, a legtöbb harmadfű önporzó, így beporzás nélkül is termel magot. A beérett magokat a szél könnyen szétszórja, és besegítenek a mocsarakat járó vadállatok is. Ezeknek a növényeknek kell a téli pihenő, viszont így egész évben kint tarthatjuk őket. Télen elviselik a -10-15 fokot is. Sőt, a más kontinensről származó hidegtűrő harmadfűvekkel is együtt lehetnek. Némelyik hosszabb leveleket nevel, látványosak, de érzékenyebbek a páratartalom csökkenésére. Ilyenkor visszaszáradhatnak a levelek. Télen pedig nagyon kevés vizet igényelnek. A nyári forróságban a tentákulmokon termelődő cseppek meg annyi üveglencseként működnek, alacsony páratartalom esetén leszáradnak, vagy épp megégetik a növény levelét. Ha szeles, húzatos a helyük, akkor is eltűnhetnek a ragadós cseppek, de ha sikerül emelnünk a páratartalmat, akkor a cseppek ismét megjelennek. A páratartalmat a növény cserepe alatt folyamatosan álló esővíz biztosítja. Akár kis mocsarat is készíthetünk, amelyben több évig is elél szaporodik egy kisebb állomány. Nézzük, hogyan kell tartani a télálló harmadfűveket. Az ő esetükben is csak pár dologra kell figyelnünk. Több hidegtűrő harmadfűfa is tőzegmoha lábban él, így élő tőzegmohába is ültethetjük a növényeket, szeretni fogják. Ha nem élő talajt szeretnénk, akkor a talaj tápanyag szegény naturmoha tőzeg és perlit keveréke legyen. Keverhetjük 50-50%-ban. Átültetni, tavasszal a pihenési időszak végén ajánlott a növényeket. Az öntözéshez lehetőleg esővizet használjunk. A víz mindig álljon alattuk.
Ha nincs lehetőségünk gyűjteni, akkor desztillált vagy ilyen cserélt vizet is használhatunk. Kültérben érzik magukat a legjobban, nyáron a tűzőlapon is lehetnek, télen pedig egy széltől védett részen telelhetnek. Nem árt nekik az erős fagy sem, a természetben hozzászoktak. Nyugodtan hagyjuk virágozni a növényeket, a beérett magokat elszórhatjuk akár a szüret után is a nyár végén, kikelnek a téli időszakig. A következő rész témája, ha csak lakásban van helyünk, milyen harmadfőek jöhetnek szóba.